Sziasztok, srácok! Itt vagyunk az Arknak a második részével. Elég gyorsan jön. Remélem nem bánjátok, csak hát most nekem is van ehhez kedvem, meg PUBG-zni most annyira nincs, mert már túl sokat játszottunk vele. Aztán most kicsit arkozunk. Egy gond van, hogy oda ment egy Diplodocus, ami elég gond a házhoz. De most jelenleg amúgy is egy repülő madárkát szeretnék fogni. És készítettem hozzá a kis bolát, meg a bunkós botot. Csak az még az lesz a gond, hogy egy darab állatot nem láttam ezeken kívül, szóval... Lehet, hogy lesz nekünk egy ilyenünk, de... Hogy nem lesz ilyen etessük, az is biztos, meg magamat is kéne etetni. 15-ös szintű... Szerintem akkor ő lesz a kaja forrás egyelőre. Úgyhogy sorry, Mr. Pteranodon. De ezt meg kellett. 40 hús. Leszáll még egy pajti. Akkor be is tudunk fogni egyet remélhetőleg. Igazán most lettünk 13-asok. Hová tudunk dobot csinálni. Még az elég hasznos. Még körbe akarok nézelődni egy kicsit, hát ha van valamire valamilyen állat, amit meg is tudok ölni. Mert ha nincs, akkor baj. Happens. Ott egy tráik, de hát... Nem hiszem, hogy 11-es szinten, vagy 13-ason? 13-as szinten el tudunk bánni egy komolyabb dinót, úgyhogy valami kis dodót kéne keresnünk, vagy valami ilyesmit. Hogyha akarunk fogni egy madarat, mert már az a célom, hogy befogjunk egy madarat. Come here, Mr. Kalman. Elsétem, hogy elmegy mi. Aha, hanem... Nem pazaroljuk itt az ammót. Hoppá. Őket meg tudjuk ölni, mondjuk. És őket... Kálmant is meg akarom azért, hagyjál már! Na... Na most azért inkább csákenyem, mert hús kell inkább mint bőr. Gyere ide, Kálmán! Remélem nem nagy szintű a Kálmán, mert nem néztem meg őszintén megmondva. Ez igazom. Tudom még craftolni. Ez a legizgalmasabb rész, nem? Szerintem is. Nincsen rostunk. De ahogy nézem, itt nem fogunk szedni egy könnyen. Gyere, Kálmán. You know what? Az a baj, ez nem sebezel semmit. Engem meg majdnem megöl vele, úgyhogy... Kéne egy rost? Ó, ott van rost, király. Talán addig Kálmán nem nyeri vissza a HP-ját. Őt is megöltük volna. Majd meg is fogjuk. Keri mester kedvenc állatát. Jöjj még Kálmán. Kettő nyíl. Jó, kell izé is hozzá. Jó, akkor téged megölünk addig, amíg Kálmán nincs itt. Kell még nekünk szalma. Kálmán egy kicsit még. Bírt ki nélkülem. Na, ez a 16 már bőven elég, hogy legyen. Vagy Kálmán jön. Jön nagyon. Jó. Everything is okay, és Kálmán... Szegény. Pedig én egy igazi Kálmán illa voltam. Ott egy madár. Ő szerintem, ha... Még el tudjuk kapni, amíg le van szállva, tökéletes lehet számunkra.
csak szálljon le. Ahó. Szállj le, please. Kösz. Igazából nem száll le. Meggondolta magát. Egy csak följebb száll. Na, végre leszáll a kis madárka. Nem érdekel, hányos szintű, hogy nekem akkor is kell lesz. 26-os, elég fos, de majd fogunk nagyobbat, csak egyelőre kell egy, hogyha nem bugolnék folyamatosan ki alól, és tudnám ütni, mert így sose lesz meg. Jó, hát így nem lesz hamarunk. Jó, így, ez így gond, érjük. Jó, nem, mi a szar? A kanonai, mi a fene, milyen gyorsan. Kifeküdt a kis madárka. Egyelőre kis szintű madarunk lesz, de legalább madár. Mire tudok szerintem nyerget árakni addigra, úgyis nagyobb lesz. És amíg ő itt feltémelődik, meg megszelídül, addig szerintem elkezdhetjük építeni a kis vityillónkat. Nem szedtem túl sok dolgot hozzá, itt egy trájk, melyik ebbe talán. Van kettő foundation eddig, meg egyelőre szerintem szalmával fogjuk csinálni, de... De hamarosan átalakítom fára, úgyhogy kitenjük a ruhát, hogy egy kis védelmünk legyen, bár nem nagyon tudtam. Szóval az a rost. Szerintem úgy legyen, hogy itt legyen három széles, sőt négy inkább, négy. Itt meg egyet több. És mit akarok? Itt lesz majd egy ilyen kis erkély. Így a vízre ránézzen a kis erkély. Szerintem ez elég jó ötlet. És itt lesz majd benne a ház rész, ami nem lesz olyan nagy, de megcsináljuk. Úgyhogy most ez valószínűleg fel lesz pörgetve, hogy én itt ütögetem a fákat, meg farmolok, meg ilyenek, vagy egyáltalán nem is fogjátok látni, de az olyan, hogy mire visszatérek, addigra már lesz egy pár platformom, meg dolgaim, amik kellnek az építkezéshez, úgyhogy addig is hello! Na, itt vagyunk újra. Csináltam 7 darab foundation-t. Reméltek ez már elég lesz valamire, bár inkább ezeket a szalmákat így hagyom, aztán majd átalakítjuk, hogyha... Így mondjuk, oda már nem bírok rakni. Az mondjuk gond. Tehát akkor ekkora legyen maga a ház. Mondjuk ez se rossz, akkor ez még, ahol a ládák vannak, a ház része lesz, és azon az előtt lesz, ez lesz itt az erkélynek a része. És akkor lesz egy ilyen 2x4-es házikó, azt hiszem, hogy jól látom, és itt lesz mondjuk egy kis hálószoba vagy valami. Úgyhogy szerintem eléggé jó a terv, már csak meg kell valósítani. Itt lerakom a kis ajtókeretet is, és irány vissza farmolni. Ó! Oh. Ezt nézzétek! Meg is van a kis madarunk. Igazából a részt akartam azzal zárni, hogy ezt a kis srákot itt el kéne nevezni, de... Majd leírjátok kommentbe, hogy ti milyen nevet adnátok neki, aztán elnevezzük annak, ami... Hát nem mondom, hogy amire a legtöbb lány gyűlik, de ami a legelfogadhatóbb, meg még vicces is, hogy valami. Én mondjuk kormos busznak hívnám, mert ő lesz a buszunk. Én meg kormos vagyok. Úgyhogy... Bár egy suri paladin se lesz hív neki szerintem. Na majd meglátjuk mit írtok, de a házat azért még befejezzük ebbe a részbe. Én úgy vagyok vele, ha nem is befejezzük, de úgy az alapot. Ez a köcsög. Nagy izé. Ott szotyizik a bázisunknál. Gyere te nagy izé. Várjál, hol van a kis madarunk? Passzíra kell rakni, mert nem akarom, hogy megölje ez a köcsög. Egy téged. Kíváncsiak amúgy, hogy milyen statjai vannak. Elég gagyi. De hát... Így kell szeretni. Menj már innen. Ó. Oh.
Hoppá, mi volt az alakba? What the fuck? Ekkora izé. Ekkorát lök rajtam ez az izé. Ez a hosszú nyakú köcsök. Menj már a házamtól. Ujjaj. Közeledik. Uha. Ah, nem bírom eltalálni. Még nagyobb. Ne szívass már halott. Uha. Bajszír. Na jó. Ez gond. De még mindig követ minket. Ez. Probléma. Feldühítette szegényt azt, hogy én fejbe lőttem párszor. Engem az dühített fel, hogy ott tízél a bázisomnál. Az én bázisom. Legyen már ott. Azt hiszem sikerült leráznunk. Remélem nem megy vissza a házhoz, mert... azt nem örülnék. Az a helyzet, hogy... ugye az egyik szempont, mikor az előző részben költöztünk, az volt, hogy legyen fa. Láttátok is, hogy volt fa. Na most nézd meg, mennyi fa van. Igen, jó sok. És az a vagy a házunk még a fala, fele sincs kész, na. Úgyhogy most kicsit messzebb kell jönnünk a fáért, de hát se baj. Az a lényeg, hogy legyen tető a fejünk fölött, és utána meg már indulhatunk kirendülni. Csak nem Geri mesterrel, az senki ne tegye. Szóval, van már 10 falunk, remélem ez elég lesz. Arra, hogy legalább le tudjuk védeni ezt a kis házikót. Mondjuk ez itt elég nagy padarlás, ez a kis kocka. Négyzet. Igazából ez lesz itt a kis erkély rész, ide még kell egy ajtó, amit egy ilyen. Van egy jó kis ablakunk itt, itt lesz majd a hálószoba. Egyelőre a ládák még szalmán vannak, és még van egy ilyenünk is, ezt mondjuk le kéne rakni, hát jó az ott szerintem. És elkezdünk fémet égetni, hogy a következő rész már akár fém dolgokkal is tudjunk dolgozni. És... szóval idehoztam a házhoz a kis fennevadat. Ennyi lenne a feladatotok, hogy adtok neki egy nevet. És ha valahol láttak egy olyan kommentet, ahol tetszik a név, akkor beírjátok el egy plusz jelet. Ennyit szeretnék kérni tőletek. Aztán... vele meg következő részben kirándulunk. Elmegyünk, felfedezzük a mapot, mert még van mit bőven. Úgyhogy... addig is! Sziasztok!